csillagok járása változott, és törvényei vannak a szeleknek. Esőnek, hónak, felhőnek, és nincsen dolog örökké való. A víz szalad, a kő marad, és a kő marad. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves emlékező cegnőjének! Vas Albert Üzenet haza című versének első verszakát idéztem az idén. Mert ebben a versben talán bennem van minden azzal az igazságtalansággal kapcsolatban, amelyet a hazánkat sújtó trianoni döntésről gondolok. 1920. június 4-én délelőtt 10 órakor szerte Magyarországon megszólaltak a harangok, felvisítottak a gyárak szirénáit, és hangjukkal dudatták a világgal a magyarok fájdalmát. Pedig a diktátumot csak délután tettek alá. Erről itt van, senki sem tudott. Csak abban volt biztos mindenki, hogy fájdalmas és igazságtalan lesz a döntés. Elszakították hazánktól Kincses Kolozsvárt, a Rákóczi Kassáját, a koronázó várost Pozsonyt, a Vértanúk városát Aradot, a Zsíros Bácska Szabadkáját, és még sorolhatnám a történelmi Magyarország településeit hosszasan. Egyszerű emberektől vették el a hazájukat, akiknek csak annyi bűnük volt, hogy magyarnak születtek. Budapesten az aláírás után megállt a közlekedés, bezárták az üzleteket és az iskolákat. A harangok és a kürtök elhallgatása után az egész ország néma daccal tüntetett a rákényszerített szerződéseket. Az is beszédes, hogy magyar részük a diktátumot Benárd Ágos népjóléti és munkaügyi miniszter, illetve Drassi Lázár Artfél rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterek írták alá, mert más politikus nem vállalta azt. Egyébként ők sem, csak rájuk bízta az akkor miniszter. Ők ketten az akkori Magyarországon nem voltak meghatározó politikai szereplők. Ezzel is azt kívánok kérdezni, hogy a Nagy Trianon palotában egy olyan egyezményt kényszerítettek Magyarországra, amit az nem akar. Ennek oka egyszerű volt. A történelemben soha nem látott még ilyen gyalázatot egy nemzet sem, ilyen gyalázatos békét, amelyre egy országot végeztek ki. Történt mindez úgy, hogy a velünk szomszédos országok, velünk szomszédos összes ország részesedett az ezer éves Magyarország korábbi területeiből. Még a baráti Lengyelország, de a ma már távoli Olaszország és a háborúban vesztes Ausztria is. Szinte felfoghatatlan, hogy egy ország területének 71%-át, lakosságának 64%-át veszíti el egy tolvajmossal. Oda lettek a hegyeink, az erdőink, az ásványkincseink, a szőlőterületeink, a vasútjaink és a termőföldjeink legjobban. Drága volt az a nemzet számára, hiszen az új határok mentén azok túlsó oldalán is magyarok voltak, és élnek ma is. Nem etnikai alapon rajzolták át Közép-Európa térképét, hanem esztelenül, lélek nélkül, családokat, életeket szétszakítva. Így lett sok helyen magyar többségből kisebbség, esetenként üldözött kisebbség. A világtörténelemben példa nélküli az, ami a trianoni megállapodás következtében hazánkkal megesett. Ilyen aránytalan és ilyen drasztikus megtorlást egyetlen egy nemzetnek sem kellett elviselni. Csak nekünk, magyaroknak. Be kell valljuk, hogy ezt a csapást, ezt az igazságtalan döntést a mai napig nem tudtuk, hogy magyarok fel. Sem itt a határokon belül, sem a határokon túl. Azonban így közel egy évszázaddal a gyalázatos döntés után is él a nemzet. Hiszen hiába volt, és sajnos néha, még ma is hiába van minden igyekezett néhány környező országban, és sokszor sajnos a mai Magyarországon is a téma elhallgatására, bármire járunk a történelmi Magyarország területén, az ezer éves múlt, és a történelem mindenhol kézzel fogható. A kövekben, a fákban, az épületekben, a leginkább az emberek lelkében. Engedjék meg, hogy egy pünkös hétfői élményt osszak mindenkivel. A mai határtól közel 400 km-re
van egy 41 hős szív magyar település, Homorodrömbe. Kicsit templomában ma is minden mise végén felhangzik nemzeti imádságú a Minibus. És az 1921-ben született székely. Ott áll a maradni közösség között, a Parányi templom karzatán büszkén kifeszített, 50 évig a padláson rejtegetett angyalkoronás magyar zászló alatt, könnyen sós ízével küzdött a számba, értettem meg igazán azt, hogy mit is jelent a Trianon, és miért fontos a nemzeti összetartás napján megünnepelnünk minden esztendőben. Földrajzilag tőlünk messze voltak ugyanazok az emberek, akik késsel a kezükben Trianonnal aláírták a szerződést, de pengéjük minden magyar szívében. Sorscsapás volt ez a javában, amelynek következtében olyan fordulatot vett a történelmünk, amire nem lehetünk felkészülni, amit nem lehet semmivé tenni. Tudjuk, hogy az uniós határok már mások, mint korábban voltak, így az elcsatolt területek egy része ma már megállás nélkül elérhető. De azért ez valahogy egészen más. Egy történelmi tragédiát, egy sorscsapást nem lehet csak úgy semmivé tenni. Hogy megbocsájtani lehet-e, az keresztény emberként nem tudom eltenteni. Abban viszont biztos vagyok, hogy ellenségképeket nem kell és nem is szabad gyártanunk, és soha semmilyen körülmények között nem szabad az eltaszítottakat megtagadni, mert az bűn. Egyszerűen csak emlékeznünk kell arra, amit tudunk, és ami a mai napig is vár. Mindig lesz magyar ember a Földön, aki emlékszik és emlékeztet el a diktátumra. Sosem felejtjük ezt el, hiszen tudják, a víz szalad, a kő marad, a kő marad.